Egyik legismertebb humoristája, műsorvezetője, a stand-up comedy meghatározó egyénisége, sokunk kedvence, Fábry Sándor. Fogadják őket nagy szeretettel! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesen fogadtak, hát igyekszünk a bizalomnak megfelelni. Az volna a tiszteletteljes kérésem a fényképezés szerelmeseihez, hogy most egy kicsit fényképezzünk, és akkor előadás alatt ne fényképezzünk, és utána akkor megint lehet egy kicsit. Akkor megmutatom a gíp szemet, meg mit tudom, szóval lesznek ilyen extra szolgáltatások. Jól hallanak? Jó, na hát akkor egy tapsot kérek szépen a hangász brigádnak. Ugye egy ilyen viszonylag nagy teret nem olyan egyszerű behangosítani. Uszoda is van. Ne, tudom, hogy zenekari járok. Most elértünk odáig, hogy van egy jó méretű fürdőszobák, és van benne bidé is, aminek én nem vagyok híve. Ez a franciák találták ki ezt a puncilögybölést, ahelyett, hogy mosakodnának. Ugye, és akkor egy barátom mi azzal húzott, hogy ránézett, azt mondja, te a másik budira miért nem raksz deszkát. Na, úgyhogy erről ez jutott az eszembe. Na, hát köszönöm szépen, először vagyok itt, és hát köszöntöm a kisebbségeket és többségeket. Ugye már a rendőrkapitány helyettes úrral, Jimmyvel már Harlembe tettünk egy kört. És megismerkedtem. Itt van a kapitány helyettes úr, egy tapsot kérünk szépen tisztelettel. Ő fuvarozott engem ide a festői Nyíregyházáról, különböző rejtek utakon, úgyhogy nagyon hamar ideértünk, hála Istennek. Szolgálunk és félünk, ugye, ahogy mondani szokták, illetve mennyit keresel, 80 ezeret, de 200-at kapok készhez. De hát annyira még nem ittunk még, tehát még a szlovák rendőrség, illetve a szlovákiai magyar rendőrség korrupciós ügyeit még nem tudtuk feltárni teljes mértékben. Úgyhogy, de hát úgy megállapítottuk, hogy sokban nagyon hasonló a dolog. Mi bizonyos értelemben büszkék vagyunk, tehát azért az a Duna-szerdahelyi este az mégis 10 ember, azért az szép. Tehát azért az komoly volt, tehát mi ilyenekkel nem büszkékedhetünk. Ugye hát épp meséltem itt, a nagyon helyes rendőrök vannak, különben gratulálok. Jó arcú, nem? Helyes gyerekek. Tényleg nem sovákok. Csak kaptak ilyen baseball sapkát, ami ellen én küzdök. Tehát rendőr baseball sapkában az a teljes komolytalanság. Miközben ők nálunk is ez van, ez egy amerikai baromság. Hát nem érdektelen. Úgyhogy hát én nagy érdeklődéssel figyeltem Rohács úrnak a tevékenységét, ugye Magyarországon, hanem is hát szóban rendőrökkel. Szóval ez egy kemény csávó. Úgyhogy ugye mindig el szoktam mondani, hogy egy ország színvonala az összefügg a bűnözés színvonalával. Tehát, ja, egy fény volt. Az első euróhamisítás az Magyarországon volt, érme. Hát az már szakismeret. Az már szakismeret, mert az, hogy rádobom a ATM automatára a drótkötelet és ifával hazahúzom, és otthon sem bírom kinyitni, azt én nem látom egy akkora innovációnak. Nem ültök le? Na, az jó volt, amikor Amerikában voltunk ezen a kalandtúrákon, lehet, hogy látta valaki 2005-ben, akkor hát én szeretek így felkészülni, meg így kicsit ugye eredeti szakmám tanár, tehát kicsit úgy mindig oktatom a stábot, és mondom Badárnak, hogy Alaszkában a lakosság 11%-a indián, erre azt mondja Badár, szentesen is. Na, köszönöm szépen. Hát kedveseim, akkor elkezdünk valami történetet, aztán majd
valahol. Ja, külön köszöntöm a leányfalusi kisebbséget, ugye, akik részben idejöttek, részben ide nősültek, rejtek utakon, úgyhogy mindenütt talál az ember leányfalusiakat, ahol én ugye bár lakozom, és Leányfalu díszpolgára vagyok, és a polgármester kitalálta, hogy a díszpolgárokat föl kell írni márványba, úgyhogy bemegyek a tanácsházára, vagy most hogy hívják, polgármesteri hivatal, és már itt, ha meghalnék. Tehát úgy mondom, hát hogy nézem már, hogy az évszámot mikor rakják oda, mondom, még itt vagyok tisztelettel. Meg amikor az embert így laudálják, ugye dicsérik, az is olyan, de nekrológ. Tehát ezért nem jó díjakat kapni. Na, zárójel bezárva. Talán tudják rólam, hogy az én szóhasználatomban az őrült az egy pozitív kategória. Hát most nem egykor volt miniszterelnökünkre gondolok feltétlenül, aki a táncművészetben jártas, és az átlagnál egy kicsit nagyobb cserpákkal rendelkezett, és rendelkezik, ugye, és ezért a Pinocchio névre hallgat. Én nem tudom, hogy vagyok itt tényleg magunk között, szóval amikor a Hagyó Miklóst elvitték Nehéz Vasba, azt én 27-szer néztem meg a tévében. Szégyellem magam, de olyan jó volt. Olyan jó volt. Lehet, hogy kicsit bejelentkeztem degecre, de szép este volt. Na, tehát nem feltétlenül Ferenc testvére gondolok én, hanem azokra, akik a világot előre viszik. Ugye minden iskolai tankönyvben szerepel, ha még valami szerepel egyáltalában az iskolai tankönyvekben. Legutóbb elmentem egy évnyitóra, azt mondja a tanárnő, most hallgassuk meg a himnuszt. Nem elénekeljük. Nem, mert a gyereknek már agyát, azt nem lehet. Ó, nem, az a agyát, azt nem lehet. Ó, nem, á, nem. Mert azt ő nem, a Lajoskát, az, a szoftvert, az teljesen lefárasztja, hogy a himnusz meg kell tanulni. Majd megnézi a Google-ban meg, nem tudom, az interneten. Mondtam, majd bekapcsolódok, ha dugni is lehet az interneten. Erre azt mondták, hogy lehet. Majd elmesélem utána, jó? Mert látom, hogy érdeklődést mutattál. Na, szóval... Lehet, na, csak majd kicsit később, jó, bemelegszünk, jó, nem akarok már rögtön a petting fázisban ilyenekkel előjönni. Na, a lényeg, hogy minden iskolai tankönyvben szerepel, ugye, hogy amikor a vasutat próbálták feltalálni, akkor először fogas kerékkel akartak menni, fogas sínen. És amikor a Stevenson azt mondta, hogy tegyünk sima sínre sima kereket, akkor hülyének nézték. Na, szóval én szeretem az ilyen progresszív figurákat, ezek általában engem meg is találnak. Na már most ugye elmeséltem már több alkalommal, hogy én az életem első 23 évét azt a gróf Andrássy Gyula, korábban Népköztársaság, korábban Sztálin, korábban Magyar Ifjúság, korábban Sztálin, korábban ismét gróf Andrássy Gyula, korábban Sugár úton töltöttem a Festői Budapesten, harmadik emelet lift nincs, azóta se tatarozták semmit, tehát 45-ös golyó, minden, azt mondják, Európa egyik legszebb útvonala, na hát közelről azért nem egészen úgy néz ki a dolog. Na elég az hozzá, az első emeleten lakott ott egy házas pár, mi úgy hívtuk őket, hogy Anód néni és Katód bácsi. Főleg Katód bácsi, ő fordítva volt bekötve. És hát azt gondolta, hogy van humorérzéke, hát valamelyes volt is. Na, nem számít be a műsoridőben, csak így titalapon elmesélem, hogy azért egy András Jüti bérház az nem fenékig tejfel. Ma nem divatos ilyen szavakat használni, de egy meglehetősen osztályszempontú építmény. Tudnélik, fürdőszobás, 4-6 szobás lakások vannak az utcafronton, és körbe pedig szobakonyhás, illetve konyha-konyhás bérlemények, ahogy Usztics kolléga szokta mondani, retyó a folyosó végén. Hát Katód bácsi is egy ilyen konyha-konyhás bérleménybe izzított, és amikor megszállta az ihlet, ugye, és magára öltötte hosszába csikos, fájóan magyar frotír köpenyét, bal zsebében a Népszava méretre vágott példányaival, akkor minden egyes alkalommal úgy búcsúzott a feleségétől, hogyha Trockij keres, a Szmolnyiban vagyok. És ez egy ilyen klozet előtti humor volt. A Trockij Leninnek volt nagy ellenfele, aztán emigrált, és akkor egy Ramon Mercader nevű csávó egy jégcsákánnyal fejbe vágta, mert hát a dolgozó avval öl, ami kéznél van neki. Volt is róla egy film Alan Delonnal, elég rossz volt. Arcom Delon, testem Stallon. Na, ezt csak úgy zárójelben mondom. A Smolnyit megnézik a Google-ban, jó? Na, a forradalomnak volt jeles helyszíne. Na most kérem szépen, ez a drága Katód bácsi, ez elnevezte a ház lakóit. Volt például egy asszonyka, akinek a férje kamionos volt, és sokat volt emiatt távol, és amíg távol volt, addig az asszonykát többen is látogatták, nem egészen önzetlenül. Úgyhogy Katód bácsi a kamionost úgy nevezte, hogy a szarvassá változott fiú. Hát ez
8-9 évesen ez nagyon izgalmas volt, ugye? Rögtön egy kis mitológia, rögtön ugye a felszarvazás problematikája, stb. A másodikon lakott Sándor bácsi, őt úgy hívta, hogy a szürke állomány, mert ő munkásőr volt. És ezek ilyen, ugye a munkásőr volt azok, akik őrizték saját magukat saját maguk ellen. Ugye ez egy 56 után felállított. Itt ilyen hasonló nem volt Szlovákiában? Nem. Vagy? De. A Dubčeket tényleg a meccsjáról ette meg? Zárójelben csak, hogy én is csiszolódjam. Na csak kérdezem, mert így magunk között, hogy végre beszélgetünk, így kis határ menti legy. Na zárójelben, zárójelben, nagyon népszerű volt Magyarországon. Egyébként azért a cseh humor azért az egy nagy dolog, de valószínűleg Szlovákiában is volt, én nem tudom, hogy az oroszoknak elforgatták a közlekedési táblákat? Állítólag igen, hát ez zseniális. És itten kapartak, mint balac a jégen. Na, zárójel bezárva, ugye a szürke állomány és a munkásőrség, és én emlékszem, amikor általános iskola 7. osztályában elkezdtünk tanulni az agyat. És jött Vera néni, akinek hát Dolly Buster felbukkanásáig ugye akkora mellőnőt én az életemben nem láttam, tehát a mohikán az az utolsó padban recskázott folyamatosan biológia óra alatt, mert hát orbitális volt Vera néni, ilyen agyon dohányzott hangja volt, ne kellett tőle őrülni, ilyen fehér, fekete dralom pulóver, így a mellén megritkult, és ha ne adj Isten, ugye sárga köpenyét kigombolva még fölült a tanári asztalra, na az volt a biológia óra, annak rendje és módja szerint, és nagyon vártam, hogy mikor mondták, hogy az agyban van egy szürke állománynak nevezett rész, ugye, amelyet aki sokat iszik, az elpusztítja, és vártam, hogy a Vera néni hogy köti össze ezt a munkásőrséggel, mert az én szótáramban ez ezzel, hát ez sehogy se. Na, zárójel bezárva, a legjobb az volt a Finta bácsi, a harmadikon őt úgy hívta, hogy Ámor. Hát mert ő nyilas volt. Na és így azért lehet a történelmet megszeretni, nem? Akkor kicsit a nyilas mozgalomban is megismerkedtünk, kicsit a zodiákus jegyekkel is megismerkedtünk, horoszkóp, stb. Na, következzék három ilyen anót-kató történet. Ott kell kezdenem, hogy nemrégiben vonattal mentem le Szegedre, Intercicával. Hát nem tudom, itt mi a helyzet. Magyarországon, hogyha vonattal utaznak, akkor feltétlenül érdemes tanulmányozni a kalauzok sapkájának és hajának találkozását. Orbitális esztétikai élményekben lehet az embernek része. A sapka mindig mérethelytelen, hol előre bukik, hol hátra, hol oldalra, hol ide, sosincs a helyén. Na, jött nekem egy ilyen Lorelei frizurás fiatalember, fölül ilyen még keményebb dauer volt benne, kicsit ilyen Balázs Palis, illetve ide kell még hoznom, ugye, 13 éves koromban apám kivitt Münchenbe, és mondta, hogy másnap megyünk a Pinakotékába, mondom, végre, fater! Ugye? Tehát itt a kedves édesanyák figyelmét idejekorrán fel kell hívnom, hogy egy 13 éves gyerek reggeltől estig a Pinára gondol, semmi másra, anyuka. Lehet, hogy ő közben rajzolgat, meg kockát reszel, meg kosárlabdázik, meg minden, de lényegében ez van az érdeklődés homlok terébe, ugye? És hát nekünk mindezért meg kellett dolgozni. Hát nem az, hogy benyomsz egy rossz gombot a televízióba, és már olyan laukon csoport van, hogy azt sem tudod, melyik a faszi alkarja, és melyik a pajszer. A múltkor így fejreálltam a fotelba, hogy nézzem, hogy kikivel van. Tehát olyan laukon csoport volt, hogy rettetes, szóval nekünk, hát csak egyet mesélek el, hogy az ember a végsőkig hajlandó elmenni bizonyos dolgokért. Ugye a harmadikon laktunk, lift nincs. Tudják, mi az a Lichthof, ugye? Vagy ahogy Ács bácsi, a házmester mondta, Lichthof, az a világító udvar. Oda nyílt a konyhák és fürdőszobák. Mi a vasaló deszkát keresztbe tettük a Lichthofba, illetve átlósan a konyha és a fürdőszoba között, és három emelet magasba kimentünk, mint Errol Flynn a héttenger ördögében a fővitorlára, mert onnan be lehetett nézni, ahogy Ciberéné ülő fürdőkádba mosta nem kisméretű melleit. Na, elég az hozzá. Fater mondta, másnap megyünk a Pinakotékába, mondom, nagyszerű. Hát, még azt is tudtam, hogy a téka az egy gyűjtőfogalom, mondom, hogy több pinát lehet ott látni. Hát mondom, ez valami is lesz. Hát nem tudtam, hogy a képtárat hívják, ugye, úgy.
Nem jó a téma, csókolom vagy. Sok volt a pina? Na, nehogy ebből már probléma legyen. Hát nagyon sajnálom, majd a többiek elmesélik. Csókolom, jó, csak vicceltem, gondoltam, reméltem. Na, elég az hozzá, hogy... Hát én igyekeztem jó pofát vágni, hát nagyon szép képek voltak, megtekintettük, de hát azért kicsit csalódott voltam. De amit mondani akartam, hogy ott van az Albrecht Dürernek egy híres önarcképe, ami szintén ilyen frizurája van, mint Balázs Palinak, és úgy néz, mint egy őrült, ilyen eszelős tekintettel, mint Lezsák Sándor korai korszakában. Úgyhogy 4-5 évente jön egy másik őrült, és kiszúrja a szemét golyóstollal, úgyhogy most már a Dürer önarckép is plexi mögött van, ugye, mint a Mona Lisa. Amihez nem lehet hozzáférni, mert annyi a japán, hogy borzasztom. Ugye a japán állítólag megkérdezte, nézte a reprodukciót, és kérdezte, hogy profilból nincs. Na zárójel, bezárva. Jött ez az én Lorelei frizurás Albrecht Dürerem, és azt tűnt fel nekem, hogy 17 darab Paxtól van neki ide betűzve. Hát a túlbiztosításnak családunkban is voltak hagyományai, édesapám idősebb korában egyszerre hordott nadrágszíjat és Hosentrógert, és mikor mondtuk, hogy fater nincs ez túldimenzionálva, akkor azt mondta, hogy gyerekek, nincs történelmi tapasztalatotok. Na kérem tiszteltem, de a 17 paxtól egy kicsit erősnek ítéltem. Na most az őrültekre nem lehet rögtön ráborítani a stelázsit, előtte kicsit cimbiztünk, hova utazik, hová, már csak Szeged van, jó, jó, jó. Mondom, és akkor megkérdezhetném, hogy miért van 17 paxtól ide tűzve, így megdobta a haját, azt mondta, ha, mindenkinek lehet valami happy-e. Na utána a másik kalauz fiúval kéz a kézben ültek a büfékocsiban, ezt láttam, mikor leszálltam a Nyugatinál, hát lehet, hogy csak toleránsak, ezt nem tudom. Ugye nem is, ez olyan nehéz kérdés, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy valaki buzi-e, vagy inkább meleg. Ugye, tehát ez egy állati nehéz kérdés. Na most természetesen édesapám egy valódi liberális ember volt, ugye, tehát a gyerekek így mondják, hogy buzi, akkor ő leültetett, és elmondta, hogy ez hogy van, hogy volt ez az antikvitásban, mi újság volt Szókratész mesterrel, ugye maga Nagy Sándor is, ugye, játszott minden hangszeren, pedig a világ legnagyobb hadvezére volt, Leonardo mesterről és Michelangelo-ról nem is szólva, ugye, tanulmányok szólnak arról, hogy a Mona Lisa egy fiú esetleg. Na, ha a papának nem volt ideje és kedve egy hosszabb enciklopédikus előadáshoz, akkor csak annyit mondott, hogy gyerekek, segg a jövő pinája. Tehát mi elfogadóak voltunk ebben a kérdésben, de ami pár éve bejött hozzánk, biztos itt is vetítették ezt a filmet, az a címe, hogy Túl a barátságon. Nem, valaki látta? Túl a barátságon. Ez egy helyes koreai fiú, különben tehetséges Oscar-díjat is kapott. Ez meleg kóbolyokról szól. Hát mondtam most már a kóbolyok is. Hát mégiscsak a kóbolyok a férfiasságnak az etalonjai, ugye, mint János. És hát, hogy már ők is melegek volnának. Dugják a kecskét még a hegyekbe? Ez egy érdekes probléma. Na, utána kis körben megbeszéljük, jó? Mert hát, hogy én is valamit csiszolódjak. Na, jó van. Hát elég az hozzá, hogy én nem néztem meg a filmet, csak próbáltam elképzelni, hogy milyen jelenetek lehetnek ebben, hogy... Jaj, szólj a szörös bölények, fussunk, vagy... Ó, mi füstöl a puskád? Nem, a seggem. Na mindegy, zárójel bezárva, ennyit a Lorelei kalauzról és a 17 paxtorról. Na kérem szépen, kaptam aztán egy levelet, pár éve, menjek ki Rákos borzasztóra, és már a kertben még mindig érdekelnek a nők. Szóval erről nem tudok, tehát nem tudok, én olyan, néha már kisebbségbe érzi magát az ember. Tehát ma már így fiatalok mondják, hogy megnősülnek, akkor mondom, akkor egy nőt veszel el? Tehát ezt most már tisztázni kell. Ugye az megvan, mikor a kis kón bejelenti az apjának, hogy édesapám holnap elhoznám a jövendőbelémet. Azt mondja, fogok örülni. Kis kón másnap megjelenik egy fickóval, azt mondja, itt a jövendőbeli Béla. Öreg kó ránéz, azt mondja, hát nem egy tipikus zsidó név. Na kérem, tisztelettel! Kaptam tehát egy levelet, hogy ballagja ki Rákos Mackó alsóra, és már a kertben csodát fogok látni. Hát, kimentem vállalva, hogy esetleg hintába tesznek, de nem.
A kertben állt egy hatalmas cseresznyefa, négy emelet, négy szinten fölállványozva, csőállványjal ember. De nem csak úgy összehányva át a botába, megbilincselve, pallók, halálos korrekt, hát mondom, becsöngettek, hát mert ez az én emberem, mondom. Jó van, bemegyek, Sanyi vagyok a végtelenségből, hello, hello, kóla, kávé, stb. Nem mentem rá rögtön a cseresznyefa témára. Kiderült, hogy a pasas az egy feltaláló. Egy találmányára emlékszem, de arra markánsan, a Hajdu szuper mosógépből készített fűnyíróra. Egyharmadnál elvágta a Hajdu szupert, lehajtotta a palástot, alul kapott egy kést, ahogy a szaki mondja, és fölülről rácsipentett szárnyas anyával egy krómozott gyerekkocsi tolót. De olyan büszke volt erre, két kézzel nem merte fogni, mert rázott, mint az Atya Úristen, tehát csak így ment vele, füstölt, püfögött. A kapcsoló az egy falon kívüli villanykapcsoló volt, ilyen kis falapon. Rázott, a füvet nem vágta természetesen, de ilyet egy feltalálónak nem lehet elmondani. Nem tudom, hogy voltak-e olyan, hogy ronda gyerekhöz külött menni látogatóba. Hát annál rettenetesebb nincsen. Ugye persze az édesanyja gyönyörűnek látja, közben olyan kocka feje van a gyereknek, hogy szálka megy a kezedbe, ha megsimogatod. De ne, ez így van jó, ezt a jó Isten jól csinálja, hát azért az anyja, hogy legalább ő szépnek lássa. Persze, de hát ezt nem lehet szóvá tenni, ugye kellemetlen. Az megvan, amikor a kombácsit keresztelőbe hívják Újpestre. És kérdezik, hogy kire hasonlít a gyerek. Azt mondja, bocsánatot kérek, nem vagyok ismerős Újpesten. Na elég az hozzá, megcsodáltam a főnyírót. Hát akkor mondom, menjünk rá a fő motívumra. Mondom, elnézést, de miért kellett négy szinten felállványozni a cseresznyefát? Azt mondta, azért, Fábri úr, hogy télen és nyáron is tudjunk biztonsággal cseresznyét szedni. Na most a viccet ismerjük, ugye, hogy apuka, kimentek a kertbe cseresznyét szedni, de hát kisfiam zuhog a hó, tudom, sál, sapka. De, na de várjál, de amikor ennek találkozol az eredetiével, hát azért az orbitális, de nincs még vége a történetnek. A fára három falétra vezetett. Ugye figyelik, 17 Paxtól, Hosentroger, Derékszi, három falétra. Kérdezem, hogy miért vezet három falétra a cseresznyefára? Azt mondta, azért, mert a negyedik elkorhadott. És akkor érzed azt, hogy itt vége van a beszélgetésnek. Tehát ő egy más jelrendszerbe focizik, ugye? Tehát van az euklidészi geometria, és van a nem euklidészi tér. Tehát nem lehet Hamlettel annyit lehet mondani, hogy bolond beszéd, de van benne rendszer. Na kérem, tisztelettel! Rajtam három évenként ilyen hipohondriai hullámok vesznek erőt, és akkor különböző orvosokat keresek fel ilyen kampányszerűen, különböző nyilásaimba gumicsőben dugatok, és ennek az eredményét tévéképernyőn voltam már alsó japán csőgörényen? Kérem szépen, nem számít bele a műsoridőbe, én a prevenciónak lelkes híve vagyok. Romis professzorral minden évben szerepelek az urológiai napon a Városligetbe, ahol rábeszélem férfi társaimat arra, hogy lépjék át azt a Rubikont, amikor egy férfi egy másik férfinek. Ez szörnyű! Tehát most nyilván van egy kis célcsoport, aki persze, de mondjuk egy hagyományőrzőnek, ugye, mint amihez talán itt legtöbben soroljuk magunkat, kedves férfi társaim, ez egy rettenetes dolog ezen a traumán túljutni, kötelező el kell menni. Tévében is csináltam, a show előtt csináltunk prostataszűrést, jött a doki, bemutatkozott, azt mondja, buzogány doktor vagyok. Mondom, fine! Hát egy urológust hívjanak buzogány doktornak, mondom, meg vagyunk beszélve. Erről van szó. Nagyszerű. Na kérem tisztelettel, egy ilyen hipohondriai hullám, és ezért fontos az alsó csőgörény is, 50 fölött. Lassan neked is. Gyerekek. A második rák ok a vastagbélrák. Van másfél méter vastag belünk, ha felét kiveszik, még mindig szól a hatlövető. És olcsón megúsztuk, ha csőgörényelünk. Nem tudom, itt mi a helyzet,
Magyarországon már altatásba is csinálják, amikor én voltam, akkor még az OEP nem fizette, de most már fizeti, csak letagadják a gecik. Tehát ki kell követelni, sőt, én ugye mindig hajlamos vagyok így átmenni Stréberbe, én egy altatásba benyeltem egyet, tehát itt is tájékozottunk, és fölkúszott a japán csőgörény. Marha jó, mert kipucolnak teljesen. Tehát mit tudom én, lenyeted a koronádat, az ott valahol megbújik, érted, azt is kiszedni, kipurgálnak. Marha jó. Kisebb cuccokat lecsipkedik, szóval egy teljes alsó felújítás. Azt mondják a haverjaim, hogy azért egy nagy élményből maradtam ki, úgyhogy lehet, hogy most visszamegyek egy naturra. Tehát egy altatás nélkülire, háló nélkül. Na kérem tisztelettel, egy ilyen hipohondriai túra keretében elmentem mellkas röntgenre. Azt mondja a nővérke, Fábri úr, vetközöl le derékig nyaktól lefelé. Hely, mondom, drága nővérke, azt hiszem nem vetem el a súlykot, ha arra gondolok, hogy az akkurátusan pontos megfogalmazásmód mögött itt minden bizonnyal az élettapasztalat aranyfedezete csillanik meg. Nem, de bár! Azt mondja, de igen, pár hete volt itt egy káder, mondtam neki vetközöl le derékig, letolta a gatyát, és lengő pajszerral beállt a mellkas röntgenbe. Másként volt kódolva, hát katolt. Hát azért mesélünk ilyen adott katolt történetet, ugye? Tehát drága Boncz Géza, akit gyakran szoktam említeni, hát az ő híres bombója, amit még a Hofi is ellopott, amikor a rendőr kérdezte, hogy nem látta az elsőség táblát, azt a miért ellopta valaki. Tehát ez jelenti azt, amikor valakinek olyan humora van, hogy 180 fokkal másképp jár az agya, ugye, mint egy relatíve normális dolgozónak. Na kérem tisztelettel, elmeséltem ezt a történetet Szolnokon. Szolnokon az előadás után megvárt három szomorú úr. Öltönybe. Ugye, aki a tévében szerepel, annak ilyen szakrális funkciókat is el kell látnia. Nyilvánvaló volt, hogy ők gyónni akarnak. Ilyenkor nem lehet mondani, hogy megy a busz, meg mit tudom én, siet. Leültünk, névvel, címmel, helyrajzi számmal eskü alatt vallották a következőket. Kis Szolnok megyei falu, kis színpad, színpadon ugye lóg le fölül mindenféle, és a színpadra telepített tüdőszűrő berendezés. Na, a nővérke a kontextusbéli körülállásokról könnyelműen megfeledkezvén elcsattantotta a rutin mondatot, hogy kapja be a láncot, majd rácsukta a pofára a cuccost. Hát nem volt a krapeknak nyaklánca, de hát próbált megfelelni. Hát új szelek fújnak az egészségügybe, de hogy ennyire. Toporgott ottan. Főnézett, hát látja, hogy lóg le mindenféle, nincs is olyan magasan, ugye? Ez egy kis művelődési ház volt. Talán még lánc is akad. Fogta magát, vett egy mély lélegzetet. Elrugaszkodott. Hát, és föl bekapott. Na, nővérke nézi az ernyőt. Hú, azt mondja, hát itt baloldalt egy galambtojásnyi tumor. Egyértelműen kivehető. Na, hívja a doktor, nézik együtt, hű, kettő. Hú, nézik még alaposabban, hát a két galambtojásnyi tumor egy cseppet leengedez. Hú, hát a doki már a Nobel-díj előszobájában érezte magát, azt mondja, kettős galamb tojásnyi lengő tumor, hát ebből ő olyan értekezést fog írni, hogy legalábbis egy oxfordi professzorság kilóg. Na persze, aztán a nővérke kapcsolt, kijött a pasas, még mindig így volt, azt mondja, meddig ő még így maradni, mert sokáig már nem bírom. Na az őrülteknek egy tapsot küldjünk szépen, köszönöm szépen. Na, egy kicsit még haladhatunk az egészségügy vonalán, ugye én nem félem a halál, de igyekszem csökkenteni az esélyeit, úgyhogy én évente csináltatok két nagy laborvizsgálatot, tehát egy teljes vér és egy teljes vizelet vizsgálatot, ugye, különös tekintettel a gamma GT alakulására. Jó, senki se iszik itt tudományos alapon. Jaj! Gamma GT-t meg kell nézetni, gyerekek, ha nem jó, nem kell inni. Ha jó, akkor még kicsit lehet. Ugye drága Kálai Ferenc mondta, a halál előtt egy évvel megölelt, azt mondja, Sanyikám, nem merek már annyit inni, amennyit szeretnék. Ugye szép, mondat. Na elég.
nálam ez a laborba menetel, ez egy egyhetes survival show keretében zajlik. Én hétfőn megyek a laborba, Adolf Hitler vasárnap támadott, én hétfőn megyek, ami hülyeségben mindenki akkor megy, de ugye a vasárnap este az már úgyis egy olyan depresszív időszak, ugye már mindenki kihozzanodott, el volt a kötözőben, már a család várja, hogy takarodjon már mindenki a jóbüdös francba a munkahelyére. Na most én ilyenkor már szombatról vasárnapra sem alszom, de vasárnapról hétfőre semmit sem. Hajnalba bebólintok, nem vagyok magamnál, kómába lemegyek a 80-120-asba, és szélre keresztem a cuccot. Mert ki vagyok már merülve teljesen. Nem üt eszembe, hogy fölkölött volna fogni. Az megvan, ugye, amikor pasas elmegy az orvoshoz, hogy doktor úr, tessék engem kiherélni. Az ember, hát ne vicceljen. Életbe vágóan fontos azonnal. De hát kérem, hát azért ez egy súlyos, irreverzibilis beavatkozás. Hát gondolja meg. Kérem, kosz, kerül, amiben kerül, az életemről van szó, heréljen neki. Jó. Professzor kiheréli, műtét után így posztfeszta érdeklődik, hogy mi a helyzet. Pofa azt mondja, hát én egy izraelita hölgyel kívánok házasságot kötni. Azt mondja, hát az a körülmetélés, hopp, ez a helyes kifejezés. Na, úgyhogy hétfőn, nekem is, hétfőn, nem is vették, hát alap. Hétfőn van egy ilyen aha élményem, na eljön a kedd. Kedden reggel nem figyelek, és szeretet hiánytól gyötörten egy XL-es sportszeletet tolok a fejembe, ami itt készül egyébként Szlovákiában legjobb tudomásom szerint, vagy már nem? Sportszelet, nem? Nem tudod, hol készül a sportszelet? Miért nem figyelsz? Kisfiam, papát, mamát beküldöm. Na, nem ez a lényeg, Beuska, hova lesz a menet? Ne hagyjon itt, hát maga az én múzsám. Üljön vissza is. Átszelemű tekintettel nézzen rám. Na elég az hozzá. Szeretet hiánytól gyötörten kedden betolok egy sportszeletet. Hát mikor a GG-ben van, már tudom, hú, hát a cukorérték akkor már nem jó, megette a fej. Na eljön a szerda. Szerdán nem engedem szélbe a cuccot. Nem tolok a fejembe szeretet hiánytól gyötörten XL-es sportszeletet. Ellenben elfelejtek kikészíteni edényzetet. És ilyenkor, ugye én régebben bébi ételessel dolgoztam, volt egy hosszú Nescafés korszakom, de azt alá kell nejlonozni. Most nem tudom, itt Szlovákiában van-e, van legalábbis a fiúknak egy bomba tippem, Kubu. Kubus üveg az úgy zár, mint a bajonett apám. Zsebbe viheted a cuccot. Úgyhogy normális esetben én ilyenkor két kubut beszerzek. Reggel jön Marika, a katolikus szlovák asszony takarítani. Na, az még egy trianoni történet, majd mindjárt elmesélem. Kérem szépen, ott van a két üres kubus üveg a konyhapulton. Csak annyit kérdez, hogy Fábri úr, még vagy már? Mert ha narancsos, akkor megteszi a balzsamos prill, amennyiben húgyos, akkor ő egy fele flóra, fele domestos koktéllal tép rá. A keverési arányokat soha nem árulja el, tehát azt őrzi, mint Arthur király lovagjai a Szent Grál titka. Na, ezúttal azonban elfelejtettem edézetet kikészíteni, és ilyenkor hólyag nyomástól gyötörten ki kell vászorogni a spájzba, helyesen élés kamara, és egy beszáradt lekvár maradékot lehorgászni egy kis penész szakálkával. Felmerül a kérdés, hogy miért van erre szükség? Miért nem rendelkezünk kellő számú öblös üveggel otthon? Elmondom. Én úgy nőttem föl, hogy a kert végében volt egy sufni. Le sufni. Ahol tartózkodott 10 köbméter, majd jó lesz még valamire haszonanyag. Ebből ment is el, jött is hozzá. De a 10 köbméter az így beállt, mint az emésztő szintje a közlekedő edények törvénye szerint. Alul halott német katonák, fölötte ukrán frontok, eredeti 9 lyukú Zephyr kályha, a Zománc hődobbal, javíthatatlan petrofórok, amiről a fiatalok nem is tudják, hogy micsoda petróleum főző,
sorsuk jobbrafordulását remélő javíthatatlan szovjet búvár szivattyú, örökre elkorbolódott olajkályhák, javíthatatlan permetező berendezések, nyelezésre váró kapák, kaszák és egyéb kerti eszközök, újságpapír, hegyek, 400 öblös üveg, ha nem volt a nagybuternek, azt hitte senki se szereti. Amikor bejött a műanyag poharas kefír, nem tudtad megenni, mert a babot ő már belenyomta, pedig még félig volt kefírre. Egy kaskába dugó, két gombolyag spárga, amiben a leghosszabb 1 méter 80 cm volt, amelyet atyám hosszú téli estéken bogozott össze különböző csomagokról, mert egy egész gombolyag spárgát a 60-as években csak bohém szőlősgazdák és részeges kárpitosok vásároltak. Fater 30 évig gyűjtötte az ezüst papírt. Kisimogatta, és abból építette az ő univerzumát. Esténként a hajkefe nyelével ütögette, avval tömörítette. Na most, ugye apám mindig mondta, a házasság az 24 órás szolgálat. Nincs lazítás, apukám, és plusz az ellenséget, tehát az nincs. Tehát nincs, hogy megbeszéljük a problémát. Nem, de mindig résen kell lenni, de Fateron ezen az estén erőt vett a lét elviselhetetlen könnyűsége. Ő szeretett ürmös bort fogyasztani. Ez van Szlovákiában még? Vagy már itt is betiltották? Van! Na megbeszéljük. Az üröm az egy ilyen kicsit halucinogén anyag, és nem lehet csinálni. Ez az ürmöt betették a borba, és egy ilyen kellemes, kicsit ilyen nőies lószart csináltak belőle, és Fatere szerette iszogatni, ürmösözött, hevert, zenét hallgatott, és bal kezével ugye az elő sáfrágyos, hátul finoman vonalkódos habsejem alsóadrágjába mélyet, és a fal szőrzetében hárfázott. Nem tudom, hogy nyilván senki még soha nem látott ilyen jelenetet, azért mesélem. Na most ugye, anyám nagyon erős volt fordulásban, visszakérdezésben, ugye, amit a kalambó csinál, bár a kalambó eredeti példája, ezt úgy hívják, hogy irodalmi toposz, a rendőrségnek adresszálom ezt az információt, ugye, a bűn és bűnhődésben, Dosztojevszkij bűn és bűnhődésében a porfiriai vizsgáló bíró, aki mindig elmegy, a diák már fellazul, és akkor visszafordul, hogy de a véres balta az ajtó mögött van. Na, anyám mesteri volt ebben a fordulásban, visszakérdezésben, látta, hogy atyám ilyen elesett állapotban van, ezt ő haladéktalanul ki is használta, visszafordult, rámutatott az ezüst golyóbisra, és azt kérdezte, hogy kell ez nekünk valamire? Apámat olyan hirtelen érte a kérdés, azt mondta, angyalka, tulajdonképpen nem. Nem! Anyám egy mozdulattal kidobta Fater 35 évi munkáját. Ebből következik, hogy én sem papírstanicit, sem nejlonzacskót, sem tévékartont, sem üvegdarabot, sem újságpapírt nem gyűjtök, ami azonban az ilyen feledékeny reggeleken megbosszulja magát, ezért kell hólyag nyomástól gyötörten kihaladni a spájzba, helyesen éléskamara, és le horgászni egy beszáradt leki maradékot egy kis penész szakákával, majd csillagokat látva el kell vászorogni a mosogatóhoz, ugye, mert ezt ki kell mosni. Megereszted a csapot, és akkor nem is mész már sehova se aznap. Na, eljö a csütörtök, csütörtökön is csinálsz valami baromságot. Végre pénteken landolok a Szentendrei rendelőintézet összes termeiben. Kicsit büszke vagyok magamra. És egy ilyen kalandos hét után az embernek annyira kéne egy kis dicséret, egy kis virtuális lópokróc, egy kis lelki kockacukor. Hogy Fábri úrát meghozta a pisáját, nem borult ki, beletalált, nagyszerű. Nekem volt az egyik urológusom, Csontai professzor, de nem kell ide kompjúter, nagyszerű anyag. Ő csak így a napfele nézte. Ami bizonyos dolgokat lehet szemre, de bizonyos dolgokat nem. Na, zárójelbe, úgyhogy na, majd esetleg egy urológiai blokkocskát is beiktatunk a dologba,
hogyha van rá fogadó készség. Na most ugye a rendelőintézetben az ember már csak egy szám, egy kartoték adat, nem kérdeznek semmit, ugye. Annak idején, amikor a módszerváltás kitört, akkor én lelkes adófizető voltam, mert gondoltam, fizessünk adót, emberek, és akkor majd építünk egy rendes országot. Ugye? Mára nekem ez az adófizetési hevületem egy kicsit alább hagyott, de annak idején ugye még a postára kellett befizetni. És akkor is úgy zavart, hogy a kisasszony ilyen hivatalos. Tehát, hogy nem mondja azt, hogy Fábri úr, hát örülünk, hogy kiszámította, ügyesen, hát teljesítette állampolgársági kötelezettségét, nagyon jó, mennyi az összeg, 280, akkor válaszol egy macit a kettes polcról, jövőre, ha 1 millió fölé kerül, akkor Terike lepippantja a postaraktárba, tehát valami, ugye valami bónusz be lehet tenni, de itt nem lehet, azt mondja, menjen a gardróbba, és akkor ott írja. Ugye, volt egy ilyen gardrób szoba, egyébként én a húgyos üveget is hazaviszem, mert úgy neveltek. És kicsit úgy, amikor megfordulok, akkor érzem, hogy a húgyos üveg szemrehányóan néz. Tehát érzem a tekintetét a hátamba forrodni, hogy amíg telehúgyoztál, jó voltam. Most kidobol engemet? És akkor így hazaviszem, de úgy látszik, nem rakom el. Na mindegy. Egy dolgot elmesélek, hogy ne essenek ebbe a hibába. 2 évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy az új életet nem január 1-én kezdem, mint minden évben, hanem már karácsony és szilveszter között. Ugye, tehát a szilveszteri tudatmódosítást már kihagyom. A szilveszteri berúgás különben is az amatőrök műfaja. Tehát ott van erre az év 365 egyéb napja. Nem, az van ez a kedélyes. Elmentem laborba 2 ünnep között. Hát először úgy néztek rám, mint a véres rongyra, nem volt mondjuk senki, ez kétségtelen. És én a kubu mintát belesülyeztettem egy boros díszacskóba. Hát mikor beléptem, már éreztem, hogy itt gáz van. Ugye ott ültek ezek a derék laborások, nagyon fontos dolgot csinálnak, soha senki 5 forintot nem ad nekik. Láttam, hogy úgy elgyengülnek, hát a Fábri úr tényleg, hát milyen rendes, hogy hát ha nem is egy viskit, de hát egy szép bort berakott. Én meg így elővettem a kubut a húggyal. Én azt hittem, hogy megnyílik ott alattam a föld, úgyhogy aztán ilyen sóder jegyekkel, meg bögrékkel kellett kifoltozni a rendszer, hogy valahogyan egyáltalában, úgyhogy ezt ne kövessék el. Na most igazából nem erről akarok beszélni, fele barátaim, ezt tekintetjük fecsegésnek is. 40 évesen, mikor elkezdtem ezt a laborba járkálást, akkor a nővérke középsugaras vizelletet kért. Hát mondom, vászbed, oly tett középsugaras vizellet. Ugye, hát rösteltem megkérdezni, hát mondom, jó van. Na most ugye másnaposod a férfi ember is ülve brunyál. A Dörflinger Dodinak most már meg van tiltva otthon az álmapisálás, mert már reszket is a kezünk, nem is hallunk, nem is látunk, úgyhogy de ki szépen kéri a felesége, jó feleség, azt a Dodika, ez nem megy neked, üljél le. Ugye, ha egy kicsit rosszabban vannak, akkor azt mondja, hogy amíg én takarítok, te ülve pisálsz. Na zárójel bezárva, van aztán egy B változat kamaszkorunkból még talán ismerős, ugye, amikor úgy reggel brunnyantani is kellene, és a pajszer is egy kicsit arcoskodik, ugye, mindez ülve, hát akkor, hölgyeim, mi olyan csodát tudunk tenni, hát a hölgyek annyi más csodát tudnak tenni, hát mi is tudunk kisebb csodákat, ugye, akkor ki lehet brunnyantani a fajasz és a deszka között. Úgyhogy az egy csodálatos dolog. De a jellemző nem ez. A jellemző, hogy hajnalban a kakaska szunnyad. De van a vége, hömbölödve, mint a pozsonyi kiflinek. Úgy néz ki, mint egy 10 éves pécsi kesztyű kisújja. Na ezek után az ember levászorog a csempésbe, fél kómában, és akkor ott ugye a feltorlódott bőrzetek okán a pamat több ágra bomlik, mint a Duna Turnu Severinnél, és akkor gondoltam, ugye én térbelileg értelmeztem a középsugaras vizelletet, és próbáltam a középsőbe betenni a bébi ételes flakonomat, hát legyaláztam magam kötésén, plusz az egész környezetemet, úgyhogy
Úgy jártam, mint Pista bácsi, ugye, aki elmegy vizeletvizsgálatra, mondják, Pista bácsi, menjen oda be a másik szobába, a hármas pócon van egy pohár. Jó van, fél óráig gyanús csönd, nővérke rosszat sejtve rányit, minden össze van brunyálva, azt mondja, mi van Pista bácsi? Azt mondja, tudja, milyen nehéz innen betalálni a harmadik pócra? Na, köszönöm szépen ennyit erről. Egyébként azért, mert mostantól esetleg az egészségi vonalat elhagyjuk, a pippentés révén lehet haladni előre. Ugye a férfi pisszoár az egy olyan szilaj hely, akkor még nem volt, hogy az én fiatalkoromban nem volt még annyi alternatív dolog, hogy tényleg nem tudtam, hogy a város átrendeződik, és egyszer bementem, és senki sem pisilt, csak ilyen meleg barna szempárak nézték ki a farkat a kezemből. És akkor így mondtam, hogy elnézést mondom, Isnur Pipi, tehát hogy tiszteljük a másságot, de hát én most kivételesen rendeltetésszerűen próbálnám itt használni ezt az intézményt. Zárójel bezárom, hogy itt történnek a nagy dolgok. Hát annak idején, mikor a Népstadionban még 100 000 ember volt, akkor ott volt egy 50-es pisszoár. És akkor ilyen viccesebb dörfringe Dodik így bementek, hogy jó napot kívánok! És 49 vanus brunyát a másiknak a zsebébe, mert megfordult. Na az előbb ugye a feltorlódott bőrzetek okán ketten ügykezelnek a pisszoárba, az egyik így lenéz a másik cerkájára, egy kis átszelvő tarcon, azt mondja, elnézést, uraságod is izraelita, azt mondja, nem, ez természetes kopás. Vagy a másik nagy klasszikus, ugye, ketten ügykezelnek, az egyik úgy pisil, hogy psz, 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 a másik úgy, hogy bzz, bzz, bzz. Aki úgy pisil, hogy psz, 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 az odaszól annak, aki úgy pisil, hogy bzz, bzz, bzz. Hogy elnézést, uram, hát én úgy pisilek, hogy psz, psz, psz. Ön meg úgy pisil, hogy bzz, bzz, bzz. Szóval miért van ez így? Azt mondja, azért csávom, mert én a te bőrkabátodra pisálom. Aztán még egy nagyon szép filozófikus, nagyon szép filozófikus történet a papám archívumából, ugye, amit az ember nem is ért fiatalon. Egy öreg úr ügykezel, tüsszent egyet, lejti a szemüvegét, lehajol érte, és egy retteltes galambocskát enged a légtérbe. Ott áll mellette egy szemtelen pesti segéd, azt mondja, papa, a fülivel nem tud semmit. Ugye ezt fiatalon nem érted, aztán már lassan megérted, ugye, és már örülsz, hogyha a térded behajlik. Az jó volt, amikor a térdemmel operáltak, felhívtam Dörflinger Dodit, mondom, már 20 fokot hajlik a térdem, azt mondja, Sanyikám, milyen irányba? Ugye nem mindegy. Na, kérem tisztelettel, az a baj, hogy jól érezzük magunkat, hazamennek, kérdezik, miről beszélt a Fábri, hát egy kis pisi, pedig annyi kulturális impulzus is volt berakva. Na, haladunk a fingás vonalán. Kérem tisztelettel, ezek a nagy közös élmények, hát nincs mese. Hát kérem szépen, azt kell mondanunk, amint az írás, ki egyedül néz a tálba, a magányos fingás se rossz, de nem az igazi. Tehát vannak ilyen magányos kádba dörrentők, de őket most zárjuk ki az extrapoláció tartományából. Ugye egy virtigli sportember számára a pukesz antól jelentősebb, mennél nagyobb kollektívum előtt zajlik. Ugye hát, mint annyi mindenbe, ebbe is drága atyám vezetett be, ebbe a szép műfajba. Ugye 60-as években még, hát talán vannak itt is emlékek, hogy az öregek ilyen karácsony utáni ebédelésnél vacsoráig az asztalnál maradtak. Ugye ott egy kicsit még iszogattak, bebólintottak, kávéztak, a protkót megmosták a fröccsbe, vagy Pista nagybátyám kivette az üvegszemét, az pesgőbe megmosta, utána mondta, jól van gyerekek, és így beállította. De ez gyerekszem, kicsit gusztustalan, igen, én se könnyen mesélem. Én is a határon vagyok. Na zárójel bezárva, egyszer csak azon vettem észre magam, hogy az én drága jó atyám egy kicsit hangsúlyosabban ránehézkedik a bal könyökére. Nem szkanderozni akart ő. Úgy tett, mintha Pimi nénihez húzódna közelebb, hogy 16-szor is meghallgassa az erdélyi menekülés szívszorító históriáját, különös tekintettel az eltűnt gyapjú paplanok rejtélyes esetére. Valójában ő a jobb farkofáját akarta egy kicsit felszabadítani, hogy néhány galambocska a légtér engedésével oldja az ünnepkör szilaj és fullasztó unalmát. Az öreg 3 fokozatban dolgozott, de ehhez természetesen
a saját test jogi alaposságú ismeretére van szükség. Ha túl közel repülünk a naphoz, mint Ikarus, ugye, ha túl erőltetjük a dolgot, akkor esetleg egy-egy lőporkaréka jelenik meg, barna maciról nem is beszélve, ami jelentősen levon a dolog sportértékéből, tehát ez tulajdonképpen kizárást von maga után. Na most ugye tudni kell, hogy mire számíthatunk. Annak idején, most már talán 15-nél is több éve, először szerepeltem a Pesti Színházban, különböző akkor híres humoristákkal, az est befejező versét Koltai Róbert mondta, és a többi Pernahajder meg várakozott így a meghajlásra. Én oldalt így a takarásból néztem Robit, meg a közönséget. Egyszer csak a két verszak közötti csendbe Géza egy akkora galambot engedett el, hogy így az első hadsornak leesett az arca, és fönt így a színpadi tréger egy kicsit így megreszketett. Szóval erre nem lehetett azt mondani, hogy szuvas a bútor, meg mit tudom én. Tehát itt nem volt kérdés. Egyszer én is bosszút álltam egy légitársaságon, mert az utolsó sorba kaptam helyet, ami marha rossz, mert nem tudott hátra rakni az ülést. És akkor elküldtem egy kis anyagot, és akkor az jó volt látni, hogy így a soroknál így a sorok egymás után nyúlnak a szelephez, hogy még egy kis levegőt, ugye, és így mentek szépen előre. Na, zárójel, Farkasházi teljes joggal felelősségre vonta a nála másfél fejjel magasabb Boncz Gézát, mire Géza a következőképpen védekezett. Szóval ne haragudj, Tivadar, nem tudtam, hogy ekkorára fog sikerelni. Ugye, na most egy komoly sportoló ilyet nem mondhat, tehát tudni kell ugye, hogy mire számíthatunk. Papa a kisebb pitteket egy könnyű köhintéssel engedte el, a nehezebbekhez az ebédlő szék fém végét sikorgatta kicsit a köves padlón, de a legjobb akkor volt neki, kérem szépen, volt egy nagybátyja neki, Feri bácsi, aki legény korábban Kuplerájban lakott, ezért én istenként tiszteltem, és abban az évjáratban tartozott, ez ilyen 894-95, akiket fiatalon behívtak az első világháborúba, de még elérték a Doni csatlakozást is. Tehát Feri bácsi azért 12 évet töltött különböző harctereken, gyengélkedőkben, futóárkokban, fogságban és minden. Na most megivott egy fröccsöt és rögtön fogságba esett, és szeretett mesélni, de nem tudott. Teveszar szárasságú történetei voltak, és Isonzóból soha nem jutottunk át Donkanyarba, se eleje, se vége nem volt, nem lehetett követni. És egyszer csak azt látom, hogy az én papám önfeledten kacag, Feri bácsi gyakorlatilag élvezhetetlen történetein, hogy Ferikém, és akkor nem mondod, és akkor dum-dum golyóval hasba lőtték, és 8 kilométeren keresztül fogta a saját belét, kigondolta volna. Ugye, hát ekkor volt az én drága édesapámnak a legjobb. Na most ugye, nem könnyű felhagyni a családi tradíciókkal. 90-es évek közepén lehetett, megfogadva a főpolgármester tanácsát, villamosra pattantam. Ilyen tavaszi idő volt, átmeneti kabát, ahogy drága apám mondta, átment a kabát és a rogy között. Ilyen kis tavaszi fuvallatok, állok a perónon, és egyszer csak szívem körül melegség terjeng, átszikkant elmémen, vajon menne-e még? Hát ugye a ráció megpróbálta elnyomni a gyarló testet, ugye Sanyikám, hát most már szép eredményekkel szerepelsz a kabaréba, hát most nem fogsz itten galambocskázni a perónon. De a test akkor már tette a dolgát. Ösztönösen megbillentettem a krombi kabátot. Nem szabad, hogy szűk legyen, mert akkor mint egy Zeppelin léghajó fölrepülsz, és fölragadsz a peronnak a tetejére. Minden elő volt készítve, éreztem, hogy egy tercet bennem van, egy jól formált tercet, már csak fedőzajra vártam. A Szobi utcai mentőállomással kifordult egy Toyota, a beteg még nem tudja, hogy nem fér bele, mert valaki ebbe is okos lett, és vettek ilyen kis mentőket, de ne vegyék, bűnömül, engem ez nem érdek. Nekem a fedőzajra volt szükségem, Toyota odaért, felzúgott a sziréna, tarán-darán-dán. Na most, ha valaki kedvet kapna ehhez az igazán szép műfajhoz, abban a pillanatban, hogy elengedtük a cuccot, 90 fokkal ki kell lépni a szélirányból.
Úgy, ahogy Magyarországon 800 ezer kommunista kilépett 89-ben. Nem, senki nem volt kommunista, bazd. Itt nem fingott senki sem. Á, dehogy is. Á, mi nem értették, hogy mi a probléma. Na most akkor kifordulunk a szélirányból, és szúros tekintetünket körbejáratjuk a perónon. Kipécézzünk magunknak egy viktimológiai alapesetet, tekintetünket ráfüggesztjük szúrósan, szavakra itt már nincs szükség, pillákat lehunjuk és bólítunk. Az áldozat arcán ekkor már elterjed a céklapír, majd tovább pásztázunk a perónon, és megkeressük annak az utastársunknak a tekintetét, akinek az orcimpája először mozdul meg, jelezve, hogy a kódolt üzenet megérkezett. És immáron ketten fordítjuk vissza szúros tekintetünket a céklapírben úszó szerencsétlen áldozat felé. Három megállónál többet nem szokott kibírni, háttal száll le, és utána még hozzá lehet főzni, hogy néhány a fingósra, hogy húzza a csikot. Köszönöm szépen! Hát nagyjából... Megoldhatatlan a helyzet, ugye most azt mondja, hogy az előadás véget ér... Nem jó. Na akkor még ebben a műfajban egy szép kis történetet elmesélek. Felsőbb iskolái megyrészét Pécset végeztem. Pécs, Ában. És 70-es évek eleje halálos szerelembe zuhantam egy nővel. Ráadásul ez a hölgy a pécsi balettben mutogatta oroszlán körmeit, tehát nem elég, hogy gyönyörű volt, nem elég, hogy nő volt, még balettos is volt. Péntek délutára nem terveztünk rendezvút, mert neki próbája volt. Ugye pénteken bableves is bukta a menzán. Én benyomtam egy bablevest a jegyemért, majd 14:30-ra visszahúzottam a repetára, és még két bablevest ráfojtottam. És úgy tulajdonképpen jól is éreztem magam. Amikor üzen az én kis bülbül madaram, hogy elmarad a próba, és hát fordulhatnánk egyet a belvárosba. Hát, gondfelhőkkel, nem tudom a mondatot befejezni, gondokba süppedetten készültem a rendezvúsra, találkoztunk is a belvárosban, hát szakadt rólam a víz, minden izzadt a tököm, hány kánikula volt, rettenetes, kéz a kézben, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Ő pedig kim volt Párizsban, Bezsárnál, és arról beszélt, hogy és akkor Bezsár. Na, hát, mikor már ugye a Bezsár vacsoráról beszélt, akkor a mosolyom már olyan volt, mintha a villamos alatt feküdtem volna. Szóval gyakorlatilag azt kellett mondanom, hogy ha én 5 percen belül egy galambot el nem indítok, mondhatnám egy kamikázét. A kamikáze azt jelenti isteni szél. Hogyha egy kamikázét nem küldök el, akkor bélcsavarodásba itt leadom a pingpongütőt. Tehát kész, bekrepálom. Mert akkor még nem mertünk csajok előtt fingani. Ugye később felhagytam ezzel a szokással, ugye, mert már gondoltam, fogy az idő, és most akkor több hónapot egy kapcsolatba felépíteni, ugye a végén elszalad egy kis galambocska, és akkor összeomlik minden. Én általában a megismerkedéstől számított harmadik napon letettem a dolgot, hogy lássa a kislány, hogy vannak pozitívumaim is, meg van ez is. Hát senki se tökéletes. Hát ez egy csomag terv, jó, ha ezt is belekalkulálja. Na elég az hozzá. Rettetes kínba próbáltam figyelni, hogy Bezsár, aha, jó. És akkor a mester, igen. Ó, és rozét ittatok. Nem is volt akkor még Magyarországon rozé, azt tőle hallottam először egyáltalán. Azt mindig azt hittem, hogy fröccs. Az jó volt, van egy haverom, akinek a veje munkásőr, és ilyen tablettás bort csinál. És kérdezi, hogy Tibikém, miért kérsz, fehéret vagy pirosat? Azt mondja, pirosat. Kijön egy fehér kannával, azt mondja, ez fehér. Várja! Na, zárójel bezárva, ott vagyok a bélcsavarodás határán, eltorzult arccal.
egyszer csak az utca közepén feltűnik egy csehszlovák kompresszor. Talán CK2-es. Gyönyörű pirosra fújva. Há. Általában nem örülünk a kompresszornak, mert ahhoz légkalapás is tartozik. Hát én még így kompresszornak nem örültem. Háj, mondom, itt az én megmentőm, te drága kompresszorkám, jaj, ott pulzált, én olyanat láttam, mint a csodaszarvas. Állt ott ilyen méltóság teljesen, gyönyörű, pirosan. Mondom a kis bőbül madaramnak, azt mondja, látod ott azt a kompresszort, azt a hülye vagy, hát hogy jön ez ide, bezsár. Hát mondom csak, hogy beszéljünk másról is, hát nézd meg, milyen szép piros, nem nézzük meg. Hát úgyis ott mentünk el mellette. Jött is az ember a légkalapáccsal. Minden jel arra mutatott, hogy jó időben, jó helyen jót fogunk csinálni, ahogy Mick Jagger mondta a Rolling Stones együttesről. Én sunyi még a szélirányra is gondoltam. Mondom azért ugye, nehogy szólja a ház elejét. Mondom, gyere nézzük meg a kompresszort. Felzúg a légkalapács, indítom az akciót. A krapek avapöbben, föleveli a légkalapást, halálos csend, a szellemet már nem lehetett visszatuszkolni a palackba. És kérem szépen, valószínűleg ez olyan trauma volt nekem, hogy nem is emlékeztem, hogy utána mi történt. Ugye, tehát az ember hajlamos azokat az élet forgácsokat, amiben ugye nincs a helyzet magaslatán, ezt a kompjúter, ezt törli. Pár éve találkoztam vele, most már 3 gyereke van. Kérdeztem, hogy emlékszel a kompresszorra? Azt mondta, igen. Mondom, és emlékszel, hogy mi történt utána? Azt mondja, nem. Hát mondom, drága, akkor lehet, hogy te is szerettél egy kicsit. Köszönöm szépen, minden jót, jó éjszakát kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehettem, nagyon kedvesek voltak. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Mi köszönjük Fábri Sándornak, hogy elfogadta meghívásunkat. Reméljük, hogy ezentúl rendszeres látogatója lesz városunknak. És Királyhamet város, és gondolom az önök nevében is, átadok egy kis ajándékot. Ahogy drága nagyanyám mondta, miért vertétek magatokat költségbe? Ez egy kubus üveg! Nagyon szépen! Nagyon kedvesek! Akkor mondd be még, hogy P9K mi lesz, ugye? Persze! Köszönöm a segítséget! Igen, miután átöltöztek, jó melegen megvacsoráztak, 8:30-kor visszavárjuk önöket a Máté Péter emlékkoncertre. Higgyék, nagyon fergeteges nagy élményben lesznek részesei. Várja önöket Szatmári Orsi, Kökény Attila, Galusz Nikolett, Havas Lajos és a Tiszta Gu zenekar. Ez nem az, amire gondolnak.